Dr. Patyi Márta, a Bács-Kiskun megyei oktatókórház kórház higiénikus főorvosa elmondta, fontos változás a koronavírus második hullámában, hogy már nem a 60-65 év felettiek elsősorban a veszélyeztetettek, hanem a 30 év alattiak. A tavaszi járvány esetén főleg a külföldről behurcolt esetek voltak túlnyomóan, és azoknak a kontaktjai, most inkább a fiatalok között megtartott tömegrendezvényeknek a kontaktjai között vannak a pozitív esetek. Amit meg lehetne fogalmazni üzenetként, az mindenféleképpen az, hogy kerülni kell a tömegrendezvényeken való részvételt. Folyamatosan magánemberként is be kell tartani a 1,5 méteres távolságtartást. Rendszeresen zárt terekben használni kell az orrot, szájat elfedő maszkokat. A gyakori szellőztetés a zárt tereken, valamint a kiemelt figyelem a kézfertőtlenítésre. Hozzátette, a tavaszi időszakban egy fertőzöttnek átlagban 1,5 fertőzött kontaktja volt. Ez a szám augusztusra 2,5-re nőtt. Ez a fegyelmezetlenség és a járványvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása miatt is bekövetkezhetett. A vírust azért kell komolyan venni, mert ez a vírus egy jelenleg olyan kórokozó, ami ellen hatékony gyógyszerrel, illetve hatékony védőoltással nem rendelkezünk, illetve ami még vele szemben nagyon fontos, hogy több szervet is képes egyszerre megtámadni, és nagyon változó lehet a lefolyása. A betegek nagy része szerencsés, 80%-ban általában enyhe, középsúlyos tünetekkel zajlik a betegség, ezek az emberek kórházba se kerülnek, viszont sajnos 15-20%, ami súlyosan zajlik, és az összes betegeknek a 2-3% a világszerte több milliós adat alapján bizonyítottan sajnos bele is hal ebbe a betegségbe. Ezért fontos, hogy az alapvető szabályokat mindenki betartsa, nem csak az intézményekben, hanem a magánéletben is. A kórházban március óta érvényben vannak az általános járványügyi szabályok, ezek közül az orrot, szájat eltakaró maszk használatot és a megfelelő távolságtartást szegik meg legtöbbször a kórházba érkezők. A beléptetést továbbra is szigorúan ellenőrzik, a betegeket kikérdezik a tünetekről, hogy kiszűrjék az esetleges fertőzötteket. Az analízis segít eldönteni, hogy influenzáról, tüdőgyulladásról vagy koronavírusos megbetegedésről van-e szó, de biztosat csak a tesztelés tud mondani. Influenza vírussal ugye meleg időszakban 30 fok fölött nem kell számolni. Ez egyértelmű, hogy az influenza fertőzés 20 fok feletti hőmérsékleteknél egyértelműen kizárható. Az influenza vírus leghamarabb majd úgy a novemberi időszakban fog megjelenni, amikor lehűl a hőmérséklet, a légutak nyálpártyája is lehűl, és ennek a vírusnak ez a szezonalitása jellemző. Tehát novembertől februárig terjedő időszak. A tüdőgyulladásos esetek esetén szintén az kell, hogy részletesen kikérdezzük a beteget, a fizikális vizsgálat segíthet, illetve sok esetben segíthet a képalkotó, a röntgen vagy a mellkasi CT vizsgálat is, de teljes 100%-os vizsgálat a kettő elkülönítésére csak a koronavírus direkt kimutatása a PCR vizsgálattal így lehetséges. Az intézményben augusztus végén koronavírus pozitív esetet regisztráltak, így a betegbiztonság érdekében a Nyíri úti és a Balaton utcai telephelyeken augusztus 29-től dr. Svébis Mihály főigazgató határozatlan időre teljes látogatási tilalmat rendelt el.